Sziasztok, ti kis űrhajó töröttek! Köszöntelek benneteket! Ez itt első látásra a 60 Parsecs! 60 Parsecs, a 60 Seconds alkotóinak új űrhajós játéka, ahol most már űrhajó töröttek lehetünk, és úgy kell túlélnünk egy űrhajó fedélzetén néhány szerencsétlen nyomorult asztronautával. Ez most hosszú idő után megint egy tradicionális első látás a videó, tehát tényleg most állok neki először a játéknak, most indítottam el először, de gondolom, hogy ez valami nagyon hasonló dolog lesz, mint a 60 Seconds, tehát egy ilyen űrtúlélős, az elején összepakolunk pár motyót, aztán utána meg így történnek a dolgok, közben olvasgatjuk, hogy így mi történik, meg döntéseket hozunk, meg ki menjen ki az űrzsilip kapun, alienekkel harcolni, meg mit tudom én, mi lesz benne. A lényeg az, hogy most állok neki először, tehát ne számítsatok túl sok mindenre, de megnézzük, hogy mit tartogat a játék, jó szórakozást hozzá, és majd a végén levonom így az első benyomásokat és konzekvenciákat. Na jó, hát akkor nézzük, mi van itt. Angol. Orosz, Deutsch, Francais, Ching-Chang. Jó, angolul maradunk, irányítás az jó lesz. Kezdő asztronauta Emmet és Didi. Emmet és Didi. Hát én Didit választom, mert mennyivel jobb már egy csaj karakterrel menni. Veszély. Nukleáris apokalipszis. Az 1961-es parancsot végrehajtani. Az új protokollt bekapcsoltuk. Kezdődhet az Astor Citizen Emergency Drill and Brace for Nuclear Impact. Készítettek a nukleáris becsapódásra, úristen. Előrejáróban sokat fogok olvasni, és ott megpróbálom lefordítani. Legyetek türelemmel. Ha, ez most remélem töltőképernyő. Vagy nem. Az előbb még volt egér. Ja jó, töltőképernyő volt ez. Aha, welcome to Icarus 13 Space Station Astro Citizen. Ja, akkor itt... Aha. Jó, ez akkor az összeszerelő rész. A csaj az úgy, hát egy kicsit stresszel, ahogy nézem így a lerágott körmök mennyiségét. És akkor megint össze kell szednünk, hát itt van az, most már szerintem mondhatjuk, hogy ikonikus leveses konzerv. Mellette csávó, ágyak, csomó szemét meg csetres. Grab some suit, you need rations to survive. Jó, hát ez a legelső alkalom, tehát itt majd a tutoriált azt így, aha, így felszedjük. Drop it into the escape shuttle. Jó, hol van a menekülő? Aha, itt, jó, akkor ide kell őket ledobálni. Ja, és még itt is van egy szoba, de jó nekünk. Find some medical supplies. Júj. Jó, hát itt valamivel azért gyorsabban mozognak a karakterek, viszont nagyobb is a tér. Ó, hát egy arany tehenes trófeát, az feltétlenül vinnem kell majd. Ez meg itt mit ordítozik a telefonnal, ami nincs is bedugva, úristen, hát ez a mobiltelefon koncepciójának újraértelmezés. Jaj, de jó lesz, hogyha az orromra csapódik a zsilip. Find a handbook. Aha, de kedves zsilip, de utálni fogom ezt a zsilipet, már most előre látom. El is tudok csúszni? Nem tudom, ó. Az a szerencsétlen meg belelépett egy vödörbe. Jó, ez itt a rötyi. Meg kéne találnom a könyvet. Jó, de viszont itt sokkal nagyobb a tér. Ergo... Ó, ott a könyv. Kis cserkészek, kozmikus kézi könyve. Jó, valami kraftoláshoz szükséges alapanyag. Ez a láda. Jó, paragép, és... Találjak magamnak valami barátot. Oké. Hát te olyan szimpatikus vagy, ahogy így ordítozol. Telefonnal, hogy téged viszlek. Jó, segítsük le őket így a létrán. Oké. Riadó. Rakéták közelednek. Nagy eséllyel becsapódnak. Fogd meg, akit csak tudsz, aztán úzsgyinek. Jó, egy leveses konzerv. Ez a nem tudom mi, és ó, a tehén szobrot már nem tudom vinni magammal, nagyon nagy tragédia, viszont itt csak leveses konzervük, arany tehén, hát azt muszáj vagyok vinni, ezt nem tudom vinni, viszont itt ez az ásó, azt is visszük. Aha, és ott a visszaszámláló a jobb felső sarokban, nagyon jó, én viszem magammal még ezt a leveses konzervet, meg azt a vödörbe szorult szerencsétlen, a gumikacsát vajon lehet vinni, vagy a ragasztó,
budipapír, nem, budipapír nem kell nekünk az űrbe, hát majd megoldjuk valamivel. Csalánnal. Aha. Viszek még felszerelést, és akkor már a levest is. Na, megpróbálom az utolsó túlélőt kimenteni, életem árán is. Gyere, Géza! Oké. Ebben még a leves is belefért volna. Jól van, sikerült! A föld megsemmisült, az űrállomás, és mi viszont elhagytuk a rendszert, és itt vagyunk az űrsiklóban. Űrhajótöröttként, 3 leveses konzervvel, 4 emberre, meg még amit vittem, és az arany tehén szoborral. Na, erre kíváncsi leszek. De elfelejtették bemondani, hogy ez nem gyakorlat. Viszont ez az új grafika, ez szerintem tök jól áll így a bevezető szekvenciának, olyan fura volt, hogy ilyen Unity-s 3D-s modell volt a tedéknél, aztán utána meg átváltott erre a tök jó rajzos setupra. Na jó, hát akkor itt volnánk. Mit kell megnyomni? Á, most akkor ez a terminál lesz most már a sztori. Hello! Astro komputerizált asszisztens szolgálatra jelentkezik. Te biztos Didi vagy, ugye? Örömmel jelentem, hogy az adataimnak megfelelően te vagy ennek az űrhajónak a kapitánya. Isten hozott a fedélzeten, kapitány. Az Astro Citizen program, tehát az Astro... mi ez? Astro Polgár programnak megfelelően fogadjad őszinte elnézést kérésemet, azért mert 60 másodperc állt rendelkezésedre. Mi? Azért a kellemetlenségért, hogy 60 párszeknyire. A párszek egyébként egy ilyen galaktikus mértékegység, tehát ez egy létező mértékegység. Nem tudom pontosan mennyi, de rohadt sok fényév. Tehát, hogy ennyit elég tudni. Tehát, hogy 60 párszeknyire eltransportáltunk a Földtől, fogad szíves elnézést kérésemet. A jelenlegi feladat találni egy biztonságos helyet, ahol landolhatunk, és utána kapcsolatba lépni a külső világgal. Milyen külső világgal? A Föld most pusztult el, konkrétan. Csekkoljuk a fő komputer további instrukciókért, és ez a sikló közepén található. Etessük a népet. Parancsnokságot átvettük. Oké. Okay. Captain Goal. Make 7 successful attribute decision of any type. Valami sikeres döntést kell 7-et végrehajtani. És egy normális landolási zónát találni. Aha. Ki van itt nekünk? Tom Thompson. Ho. Igen, és akkor itt jelzi ki nekünk, hogy miből mit tudunk neki adni, gondolom. Aha. Micsoda? Egész leves konzervet bezabáltok most már? Hát ez így nem. Itt van nekünk Baby Bronco. Az óriás baby. Jó, és akkor éhség. Ja, itt most már nincsen szomjúság, csak éhség, tehát itt már nem isznak. Életerő. Józanész. És morál. Mi, fellázadnak? Vagy mi? Akkor itt van nekünk Megan Man. Nagyon szigorú tekintető, és Didi Dawkins. Hát ő az anyu. Az űr anyu. Igen. Papa, mama, gyerekek. System unavailable. Crafting unavailable. Jó, hát itt lehetne craftolni valamit. Vagy nem. Ez itt a naptár. Ó. Tehát itt tudjuk porciózni, hogy ki mit kapjon meg. Ez nem tudom mi. Rationing details. Első segélycsomag meg valami szórakoztat. De aranytehenünk az van. Artifact. Jól van. Az első segélycsomag. Jó, akkor szerint ez mi? Atomic battery. Valami atomelem. Cosmos 101. Cosmos hülyéknek, ott a ragasztó. Scafander. Hát jó, akkor menjünk tovább. Didi Dawkins. Agilitás, limber, average, strength, average. Korábbi gyerekatléta.
akinek a nagyon ígéretes karrierje véget ért egy sérülés miatt. Felnőttként próbálja magát újra föltalálni, de a realitások nagyon messze vannak attól, amit ő elképzelt magáról. Csatlakozik a programhoz, annak reményében, hogy visszanyeri az önbizalmát, és bajnokká válhat, amit ő egykoron elképzelt. Igen. Hunger bonus, you don't need food after all that coffee. Ó! Nem kell annyi kaját ennyi, annyi kávét ivott szerencsétlen. Oké, jó. Supply, várjunk csak. Ja, hogy itt kapcsolok a különféle nézetek között. Ja, és itt tudom lejjebb görgetni? Nem tudom, halljátok-e közben, de a 60 seconds-es nóták így azért a háttérben egy kicsit bebeúsznak. Ja, és itt van a többi. Mega Man. Okos. Viszont nem valami gyenge és flexibilis. Megan egész életét mások családi szennyesének kiborogatásával töltötte a saját kis elfoglalt háztartásában. Azután, hogy visszavonult, hogy a gyerekneveléssel foglalkozzon, új kihívások elé állította önmagát. Nem sokra számítettől a szedett-vedett programtól, de feliratkozott rá, mármint hogy az űrhajós programról. De lehet, hogy az élet tartogat még meglepetéseket számára. Igen, elpusztult minden, de te itt túlélhetsz és csesztetheted a többieket. Tom Thompson. Ő itt az erőlegény. Az első benyomásunk róla olyan, mint egy kidekorált polgármester. Bátor és tetrekész. Egy sokat látott ember. Sportol, mint az állat, és... Ja nem! Van egy ilyen szemkötője. És szőke a haja? Nem is tűnt fel, de nem neki szőke a haja. Viszont nagyon el van telve önmagával, azt hiszi, hogy ő mindenkinek az álma, az igazi amerikai hős. Kivétel, hogy ebből semmi sem igaz. Ja jó, oké. Tehát egy szerencsétlen. És végül Baby Bronco. Ő aztán az igazi izomagy, viszont hülye, mint a... Igen... Egy felnőtt ember, de nagyon egyszerű gondolkodású. Kisgyerek korától a legnagyobb tehetsége az a fizikai erejében mutatkozott meg. És ennek megfelelően egész kisgyerekkora óta mindenki más ezt kihasználja és manipulálja. Feliratkozott a programra. Jó, ezek pedig... Jó. Itt pedig a statisztika. Jó, hát akkor most mi legyen? Ó, itt a központi komputer. És akkor itt jön a sztori. Jó, akkor tehát ez itt írja, hogy kivel mi a helyzet. Ez pedig akkor gondolom így a történetet hivatott így tovább lendíteni. Kapitány. Első nap a parancsnokságba, a csillagközi úton. Kéne egy inspiráló beszédet tartani. Mindenki várja a beszédedet, akár csak én, mondja ezt a kompjúter. Jól van, milyen fajta beszédet tartsunk? Hát mondjuk egy ilyen agilis beszédet. Jó, és most mi történik? Decision made. Oké, és akkor hogy lépünk tovább a nappal? Aj. Ja, most ez villog, és akkor most itt kiporciózzuk, hogy kinek mi baja. Jó, agilis beszéd. Hát akkor... Ja, hogy így lépünk tovább a nappal. Aha. Egy kicsit komplikáltabb, mint egy naplót nyomogatni előre, de... Na, hát akkor megtartottuk a beszédünket. És arról beszéltünk, hogy mennyire hiányoljuk a gofrikat. De, hogy miért, hogy jön ez ide, de mindegy. És pár más egzisztenciális problémát is felvetettünk, de alapvetően így a gofri
válság volt a beszédünknek a központi témája. És ennek megfelelően a beszédünk az egyik legrosszabb lett, amit az univerzum ezen felében eddig elhangzott. És ebben a legénység tökéletesen egyetért. Gratulálok, kapitány! Az első nap, és már is sikerült egységet kovácsolni a legénységben. Na, hát legalább, ha másban nem is, akkor legalább ebben. Na nézzük. Jó, ez még továbbra is várat magára. Kinek mi baja? Average, clever, fit, dumb. Jó, ez statisztika. Jó, ezt sem tudjuk használni. Lássuk itt, mi történik. Aha, így végig kattintom, hogy éhes-e valaki. Aha! Na, nagyon fontos, hogy jól etessük a legénységet. Egyetlen egy doboz leves, az napokig ellát egyetlen egy embert. Akármit is vittünk el, annak napokig ki kell tartania. Ne felejtsük el, hogy folyamatosan újra töltsük a készleteket, ha lehetőség van rá, ha csak nem akarjuk egymást felzabálni. Aha! Ez csak vicc volt. Biztos ez? Egy kis kanibalizmus, ez sose árthat. Ki fogja az ellátmány ellenőrzést végrehajtani? Az egyetlen követelmény az az egyszerű matematika. Hát ki itt a legintelligensebb, nézzük csak. Nem így döntjük el, hogy ki a legintelligensebb. Nem is akarok kilépni. Nézzük a legénységet. Átlagos. Jó, hát akkor... te fogod Megan eldönteni, vagy hát így porciózni a kaját. És akkor már léphetünk is a következő napra. Na, már megint. Harmadik nap. Jó hír a kapitány! Ezt az űrsiklőt már előre feltankolták, úgyhogy 3 extra levest találtunk. Készen van az ellenőrzés. De viszont volt egy hiba, úgyhogy egy levessel kevesebb van. Jó. Összesen 7 leveses konzervünk van. Na, öröm hír. Oké. Lássuk, mi a mai napi téma. Ó, a kraftoló modul most már elérhető. Bizonyára emlékszünk erre a tréningünkről. Nem. Ezzel tudunk kraftolni dolgokat. Akár a semmiből. Ó, akkor így fogunk újabb leveses konzervet replikálni a semmiből. Néhány nyersanyag kell csak hozzá, meg kemikália, vagy energia. Használjuk ezt, hogy készítsünk, újrahasznosítsunk, megjavítsunk dolgokat. Vagy akár upgrade-eljünk dolgokat az űrsiklón. Aha! Mondom, erre gondolnak. Mit szeretnék csinálni? Craftolni, upgrade-elni. To upgrade, recycle. To recycle. Craftoljunk valamit. Craft mode. Lighter. 10x10? 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 Kommunikátor. Ezek mik ezek az ikonok? Energia vagy? Jó, hát csináljunk még egy levest. Hát reméljük, hogy jól döntöttünk. És akkor levest replikálunk magunknak. Jaj, ezt nem néztem meg. Ki éhes? Jó, hát csak lesz valami vizuális jelzés arra, hogyha valaki ilyen akar halni. Na nézzük, hány levest replikáltunk ma magunknak? Na, ez tetszik egyébként. Különben is én mindig szeretem ezeket a sci-fi témájú játékokat. Egy új leves konzervet replikáltunk, csodás mesés.
Nem kerültünk közelebb a célunkhoz, de legalább egyel több leveses konzervünk van. Mi van? Ja, Captain! There is something that we need, Captain. Can you hear me, Captain? Tehát, hogy valaki próbál velünk kapcsolatba lépni, valamivel, valamiről beszélünk kell. Ah! Ó, valami az nem működik rendesen a rendszerben, és a testszag elszívó berendezés ment tönkre. Aha, most mit csináljak? Handbook, nothing. Hát a kézikönyv az úgy mindig segített régebben, hát ha most is. Jó, egyelőre mindenki jól van, úgyhogy haladjunk. Erre kíváncsi leszek, hogy mi volt ez. Hát, hogy a ragasztót kellett volna választanom, amúgy. De hát kézikönyv, az úgyis mindig jó. Ó, megjavítottuk a testszag elnyerő szűrőket. Miután így megnéztük így a könyvben a leírásokat, és utána... Ó. Viszont mindenki éhes. Oké. Rendben, akkor adjunk egynél a nyomorultaknak. Néztél már tükörbe mostanság, kapitány? Nem akarlak megbántani, de mintha valami kiütés lenne rajtad. Remélem semmi komoly. De lehet, hogy megbetegedtél. Nem lehetsz elég óvatos? Azt javaslom, hogy... Tegyél valamit ezekkel a kiütésekkel. Aggódom az egészségedért. Na, mit csináljunk? Hát... Igen, most ott írja már, hogy éhesek. Aha, és akkor ezt így... Caffeinated, tehát be vagyok kávézva, mint az állat. Várjunk csak, és hogyha ezt így benyomom... Aha, mindenkinek, akkor az úgy tökéletes, és akkor így egyszerre meg tudtunk mindenkit etetni, ha volt miből. Na, nézzük meg a kézikönyvet, hát ha az megint segít a kiütésekben is. 5. napja vagyunk úton, mindenki kapott enni, nagyszerű. Tudnám, mivel fogom őket szórakoztatni? 6. nap. Hello, kapitány! Nagyon kipihennek tűnsz ma. Úgy tűnik, hogy sikerült megtalálod a módját annak, hogy kezeld ezt a titokzatos kiütést, és akkor nem is kellett az első segélycsomagot felhasználni. Nem tudom, hogy mi volt az oka, de a kézikönyv segített benne. Lehet, hogy elkaptunk valami kozmikus járványt. Jó. Itt az első segélycsomag. Hát igen, ott elfogyott egy bio, vagy egy polcnyi ilyen leves, de hát ez van. Recycle, craft, mit tudunk recycle-olni? Oh. Ja, hogy ezeket még újra is hasznosíthatjuk. Hát, ássuk. Húha, hát ezért vannak dolgok. Mit tudok craftolni? Kommunikátor. Szerintem egy kommunikátor az... Mi az a 10x10? Jó, csináljunk egy kommunikátort. Az a biztos. De hol vannak ezek a nyersanyagok? Azt úgy nem tudom. Na! Figyelem, kapitány! Ez abnormális. Egy ismeretlen jelet fogtunk, de nem tudjuk beazonosítani, hogy... ki küldi, és mi van benne. Lehet, hogy csak egy napkitörés interferencia, de lehet, hogy valami rosszabb. Egy újfajta szovjet titkosított üzenet. Úristen! Meg kell fejtenünk ezeket a jeleket, amint csak lehetséges. Túlélésünk múlik rajta. Ki figyelje meg ezeket a jeleket? Hát megállna, ő itt a legintelligensebb, akkor hajrá! Használjuk már az intelligenciáját, ha lehet, és akkor csinálunk egy ilyen kommunikátor relét. Fogunk tudni kommunikálni a többiekkel. Na, az hova kerül be?
Hetedik nap. Ó, jó, a fiúk azok borostásodnak. Kapitány, látna, ezt látnia kell. Nem kerülök olyan könnyedén izgalomba, de... Eztán az emberiségnek, vagy az ember által készített mesterséges intelligenciának az legmagasztosabb pillanata. Nem vagyunk egyedül az univerzumban. Megfejtettük a jelet. Idegen eredetű jel. Egy másik fajta életformától jön. És nem, nem a vörösökre utalok. És láttunk ilyet. Azelőtt. Mindenhonnan jön a jel. És valószínűleg elő vagy nyitva fogunk velük találkozni. Az életünk, vagy hát igazán a ti életetek sose lesz pár ugyanaz, mint azelőtt, kapitány. Megan nagyon jó munkát végzett, és... megfejtette az elektromágneses interferenciát, ami úgy tűnik, hogy egy leszállási hely lesz a röppályánk mentén. Három nap múlva érünk oda. Wow! Nice! És megvan a kommunikátor. Tom viszont így gondoskodott a mentál higiéniás állapotáról, és most riadó állapotba került. Az nem tudom, mit jelent. Tom Thomas. Ó! Brilliáns intelligenciája lett hirtelen? Vagy ez csak ő állítja magáról? Szerintem ez a Tom Thomas így a szerencsétlenünk, így a fedélzete. Mi mindig éhes? Te is még éhes vagy? Ezt hogy csináltad? Jó, hát adok nektek kaját. Na mi a mai napi kihívás? Megnézzük meg ezt a replikátot. Mi kétszer tudunk replikálni valamit. Hát leves. Ó, romlik a legénység elme állapota. Megoldási javaslat, csináljunk egy epikus partit! Vettem a bátorságot, hogy meghívjam rá magamat. Meghívjuk az egész legénységet? Hát persze! Mi más is tudnának csinálni? Hívhatnánk még valaki más, valakit, akit nem ismerünk. Vagy csinálhatnánk magunknak egy új társaságot. Hogy csináljuk? Mi ez? Moszk? Vagy az okni bábú, jó lesz. De nincs okni bábú, maszkunk sincs. Hát akkor nem csinálunk magunknak új vendéget. Akkor csak mi fogunk partizgatni így négyen, plusz a gép. Na jó, T-minusz 3 nap. Jó, hát a leves konzerv készletet azt totálisan feléltük, de lett plusz egy levesünk. Két nap múlva érkezünk meg. Nagyon jó. Na, mi a mai napi történés? Előző éjszaka így nagyon szépen megdizájnolt masináknak a képeit néztem végig. Mindegy. Jó van, magyarán a géppornót nézett a számítógép. Most pedig figyeljünk. Találtunk egy masinát a fedélzeten. Hát ilyen megsemmisítő masina, tehát ilyen szemét megsemmisítő. Ami működik. Csak meg kéne javítani. Jó, hát ragasztószalaggal megjavíthatjuk. Van szkafander, de ez még nem elérhető. És kraftoljunk már valamit. No resources. Tudnék itt upgrade-elni még dolgokat. Jobb legyen az élet. Jó, hát csinálunk egy öngyújtót most jobb híján. Oké. Akkor jöhet a következő nap. Bár de éhes még valaki? Ja, éhes itt mindenki. Ezek éhen fognak dögleni mindjárt. Mindegy, meglátjuk mi van. Nincs több kaja. És hiába tettem őket, most ez vagy bug, vagy itt a játék szándékkal szivat engem.
Na, a hivatalos kormánykutatások alapján nincs semmi ebben a világegyetemben, amit ne lehetne ragasztószalaggal megcsinálni. Így van, és hát megszereltük akkor ezt a ketyerét, nagyszerű. Egyébként csak így tudjátok, hogy a másik dolog, ami így az univerzum összes problémájára megoldást nyújt, így a Star Trek óta tudjuk, hogyha energiát adunk a deflektor tányérra. Csak egy kis általános műveltség. Na, most meg kell húzni a kart, kapitány, és... Már is nyertünk egy vadonatúj leveses konzervet. Ó, ja, hogy ez is valami kaja replikátor lesz, amit megcsináltunk. Akkor nem tudom, miért értettem azt, hogy ez valami kidobó, újra felhasznosító tudsz. De lehet, hogy újra felhasznosítottunk valamit. Ja, lehet, hogy így a saját végtermékünkből csinálunk újra leves konzervet. Akkor ez valami újrahasznosító lesz megint. Bolygó vagy nem bolygó, de egy nap múlva odaérünk. Szupi! Na nézzük, kinek mi baja van. Az mit tekel, hogy a józan esze az így riadóztatva van neki? Jó, itt mindenki éhezik. Na mi a mai napi nyomor? Érdekes hírek, kapitány. Úgy tűnik, hogy van egy kis üres tér az egyik fali panel mögött. Talán egy titkos szoba? Titkos ellátmány? Lehet megérni, megnézni. Hogyan közelítsünk hozzá? Agilisan. Tehén szobor itt középen. Jó, egyelőre még egész jól viseljük a dolgokat, semmi nem romlott el, senki nem őrült meg. Kicsit éheznek az emberek, de hát oda se neki. Jól meg vannak etetve. Tizedik nap. Na, próbáltunk hozzáférni, de mind hiába ahhoz a titkos panelhez. Valószínűleg sose tudjuk meg, hogy mi van túloldalán. A számításaim alapján 1% esélye van annak, hogy ott bármiféle kincsre bukkannák. Tom még mindig riadóztatva van. Elvileg oda kellett érjünk a bolygóhoz. Akkor lássuk még minden... Ott! Strange New World! Ott vagyunk a bolygónál. Akkor most fogunk kimenni vajon érte? Hát meglátjuk. Ó, hiszi vagy nem, kapitány, de megközelítettünk egy égi testet, egy bolygót. A szkennerek nem detektálnak életnyomát rajta, de néhány épületet, illetve infrastruktúrát, igen, amit egykoron laktak élő lények. A klíma az eléggé... hát... durva, és nem tesz jót az arcbőrnek, de mire számítottunk így az űrben. Lehet landolni, de nagy erőt fog igényelni a hajó kormányzásra. Mivel nem vagyunk túlságosan erősek, ezért sok szerencse kell majd ahhoz, hogy sikeresen letegyük az űrhajót. Megkezdjük a landolási protokollt? Kezdjük! Landolásra felkészülni az új planétán, lássuk, mi fog történni. Ajjaj. Au. 11. nap. Ilyen érdekes tehénszerű motívumok a háttérben. Szép munka volt, kapitány! Durva volt a landolás, de sikerült letenni az űrsiklót minimális veszteséggel. Minden így normálisnak tűnik, egy kis sérülést elszenvedvén. Kommunikációs konzol sérült meg a legjobban. Még meg lehet menteni, de kell egy kis idő, amíg majd helyre pofozzuk. Türelem. Jól van. Hát nézzünk körül.
Lehet, hogy ez egy utópia lesz, vagy inkább mútópia, így a tehenes motivumokból ítélve. Jaj, de beteg. Ja, és akkor itt a kommunikációs konzol az így betojt. De jó. Na jó, nézzük. Hát itt mindenki éhezik. Tudok még valamit replikálni? Nem, semmit. Maximum így újra betörhetek dolgokat. Na és mi a mai napi nyomor? Az expedíciós modul használható. Már csak egy dolgot kell tennünk, hogy valakit betömni az űrruhába és kiküldeni. Aztán meglátjuk, hogy mi történik. Ja, és akkor ez lesz az, hogy valakit kiküldünk küldetésre. Csak itt most nem kimegy a bunkiból néhány napra. Hanem kimegy az űrszkafanderben X időre. Aztán lehet, hogy majd egy arctámadóval jön vissza az arcán. Na, hova menjünk? Nézzünk el mondjuk így ide. Kanyon. Elektromos áram, veszélyek. Idő, lehet, hogy ez két nap. A sivatag. Ja, hogy ilyen valamit hozunk vissza. Veszélyek, hát valami susnya. Ez itt a barlang. Ez egy luk. Konkrétan. A mocsár. Na, ide kell menni, és itt csak ilyen hátsugárzás veszély van. Jó, oda mész, kimenjen oda. Hát mondjuk menjen a hős Tom Thompson. És felszerelés. Jó, szerintem ez így jó lesz. Tom Thompson. Vigyen magával. Mit vigyen magával? Igen, kéne valami maszk. Sugárzásvédő maszk. De olyanunk nincsen. Ejnye. Akkor még további szlotokat lehetne így feloldani, hogyha upgrade-elnénk az űrruhát. Jó, mindegy, vigye magával ezt a szobrot, hát ha jó lesz valamire ebben a furcsa tehenes világban. Hajrá, Tom Thompson. Rajtad múlik minden. Jó, megvárjuk Tom Thompson visszatértét, aztán utána itt félbevágnánk a kalandot. Na. Figyeljük meg tovább ezt a helyet, hát ha még találunk valami érdekeset. Tom Thompson elindult a mocsárba, és hát imádkozzunk a lelki üdvért meg, hogy ne valami csápos valamibe botoljon bele. Megan éhezik. Baby is éhezik. Hát Didi az úgy el van kávén, kávédiétán. Ó, és nézzétek meg, kicsit így csofattabbak lettek. Jó, adjunk nekik valami kaját azért. Jó, na nézzük, mi a napi nyomor. Na, a napi jelentés, és akkor nem kéne beleásítani a jelentésbe. Na, reméljük, hogy jól aludtunk. Unatkozik a társaság. Ja, az unalom tört rá a legénységre, és ezt, hát mivel orvosolhatnánk, zokni bábunk nincsen, úgyhogy marad a kis cserkészek kozmikus kézi könyve, amivel elmulassuk az időt. Hajrá! Jó, ketten esznek, Tom Thompson még mindig a mocsárban, de reméljük, hogy ma már visszatér a küldetéséről, és nézzük, hogy zöldebb lesz-e, mint ahogy elment. Vagy elrontja az űrruhát. Jó, hát sikerült elmulatni az időt. Viszont mindenki éhes. Megan nem éhezik, de éhes maradt. Ugyanez igaz Babyre. És akkor a mai napi akció... Ó! Hát elfelejtettünk fogat mosni. És már egy jó pár napja nem mostunk fogat. Hajjajjajjajjaj, hát pont erre volt itt kapacitásunk. És most ki kell húzni azt a fogat, mielőtt még rosszabb lesz. Tehát így elszúvasodott pár nap alatt a fogunk. Oké. Csak ne izgulj, csak kicsit fog fájni. Történik. Hát valakinek segítenie kell így a fog eltávolításában. És hát valami érzéstelenítőt azért próbálunk szerezni, de gyakorlatilag ki kell húzni azt a fogat valami, hogy hát jó öreg ilyen hozzákötözzük az ajtókilincshez, aztán így hadd szóljon, bár mondjuk itt nem hiszem, hogy van ajtókilincs, de mikor zsilip kamarához. Na, ki segítsen nekünk? Hát mondjuk akkor Baby Bronco, olyan erős legény, biztos tud nekünk segíteni a fog eltávolításában.
Hát én mondjuk Meganba bíznék, de ő meg gyengus. Na jó, lássuk, hogy mi lesz ebből a fogból a végén. Senki nem eszik már semmit. Tom Thomas visszatértére várunk, aki hát ha hoz nekünk elegendő nyersanyagot ahhoz, hogy újabb leves konzerveket készítsünk. Ajjajjaj, hát láttunk már szebb napokat is. Ajj! Na, hát úgy tűntük a foghúzást, mint egy bajnok, de Baby az nagyon berezelt, plusz még el is undorodott az egész folyamattal, és megitta az egész üveg érzéstelenítőt, ezután kidőlt. Megnéztük, hogy mikor járt le az érzéstelenítő? Éhezik a kapitány, enni kéne valami, és még nem jött vissza az űrruhával senki. De mikor kéne visszajöjjön az expedíció? Aha. És nem tudok szintetizálni se kaját. Aj, most kéne akkor újra hasznosítani valamit. Hát az ásóból, igen. Jó, hát akkor ez marad. Ha nem hoznak vissza még vegyszert, akkor újra kell hasznosítsuk a kaját. Ó, találtunk néhány rozsdás és hát elég viseltes kanna, vagy hát konzervet így a hajó hátsó részében. Valaki régen oda tette őket, és hát teljesen elfeledkezett róla. Próbáljuk meg megenni? Elvileg 737 évig szavatosak ezek a konzervek, hát akkor együk. Hát ha sikeres lesz folyamat, vagy pedig kirókázzuk a belünket. Jó, mikor ér vissza? Tom, hát reméljük, hogy hamarosan. Akkor ez nem két napot jelöl az a kettő időegység, hanem nem tudom mennyit, ez csak ilyen hosszúság, hogy mennyire hosszú. Na, mi történt? Sok achievement. Oj, visszatért Tom! Először is két konzerv levesre bukkantunk, így a régi készletek felhalmozásával. Kihagyhatta itt, és miért, de kit érdekel? Ingyen leveskonzerv mindenkinek. Tom túlélte a vad kalandját a mocsárban. Eléggé ragacsos volt, de hát... meg kellett tenni, amit meg kellett. Közben elmesél, hogy mi történt vele, beleragadt a sárba, tiszta, trutymó volt minden. Véletlenül belelépett egy toxikus mocsári növénybe, elég kellemetlen volt, és valószínűleg egészségtelen is ez a folyamat, de hozott haza 22 ilyen vegyszert, és emellett az ásóból is betörtünk még 10 vegyszert, úgyhogy tudunk belőle kaját csinálni. Jó, Megan éhezik, mindenki éhezik, Tom gyenge. Hú, azért itt most megviselte a legénységet ez a landolási folyamat. Jó, Tomnak kaja. Egyértelmű. És... Didinek is egy kaja. Ó, te is éhezel, barátom, meg te is. Jó, hát akkor valószínűleg soha nem lesznek már nem éhesek ezek az emberek. És a mai napi kihívás... Ó, megint egy jelre bukkantunk. Sajnos a kommunikációs konzol megsérült a landolás közepette. És nem tudunk velük kapcsolatba lépni. Vagy válaszolni. Hát megpróbáljuk használni a primitív eszközeinket, hogy valahogy így kommunikáljunk velük. Hát mit csináljunk? Hát használjuk a telefont, ha már így replikáltuk. És akkor ezzel szerintem megköszönöm a figyelmeteket, ugyanis ezt még szerintem jó sokáig tudnánk folytatni. Mindenesetre akkor rövid összegzés, így a 60 parsecről. Szerintem fantasztikus a játék, baromira poén. Tényleg tökre élvezem, és így látszik, hogy egy teljesen új irányvonalba vitték el ezt az egész sztorit, és működik. Kicsit komplexebb lett a játék, ugye itt most három különböző konzolt kell nyomkodnunk, plusz még ugye a replikátor, plusz még ugye az űrruha, ami még egy ilyen extra komplexitás a játékban, de szerintem ez egy abszolút rá is fér, tehát nem volt ebből probléma. Hú, közben megszerelték a kommunikátort, egy ilyen érdekes megoldást használva. Változott is pár mechanika, de tényleg, tehát, hogy a 60 Seconds az ilyen nagyon-nagyon leegyszerűsített dolog volt. Mondhatnánk úgyis, hogy letisztult. Itt egy
picit bonyolítottak rajta, de nem túl sokat, és szerintem abszolút furra élvezhető, meg hangulatos lett tőle a játék, úgyhogy én szerintem ennek lesz folytatása. Minden esetre akkor ez volt a 60 Parsec, írjátok le a kommentek közé is, hogy ti mit gondoltok a játékról, és akkor szerintem ezt hamarosan folytatjuk. További szép jó napot kívánok mindenkinek, és jó űrutazást! Sziasztok!